Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a hagymalekvár konyhájában. A mai videóban az egyik kedvencemet, a baklava elkészítését mutatom meg nektek, de cukormentes verzióban. Volt a városban egy török étterem. Amíg az működött, onnan mindig hoztunk baklavát, isteni finom volt, de tényleg csak 2-3 darabot lehetett belőle megenni, mert annyira édes volt. Ezért gondoltam, hogy most kipróbálom a cukormentes verziót. Ezt ne úgy képzeljétek el nyilván, hogy szotyog az édes cukormázban, ez is édes lesz, de nem cukor miatt lesz édes. Viszont isteni finom. Én most kerek formában sütöttem meg, és a török szokás szerint szeleteltem fel, de ha van akkora méretű tepsitek, amekkora a réteslap, akkor ezzel nem kell küzdeni majd, ahogy látjátok, hogy méretre hajtogatni, meg méretre vágni. Nyugodtan csináljátok szögletesbe, és simán rombuszokat kell bele vagdosni majd, mikor kész van. Tehát nem kell ennyire túlbonyolítani, mint én. A diófélék mennyiségének az összsúlya legyen ugyanennyi, de úgy variálhatjátok, ahogy akarjátok. Lehet mandula, dió, mogyoró, pisztácia. Nekünk ez az arány vált be. Hozzávalók. Fél kiló réteslap. Ezt a 25 dekás spáros 12 darabosat használtam, ebből kettőt. 400 g dióféle, nálam 200 dió, 150 mandula, 50 pisztácia, 260 g olvasztott vaj, 30 g négyszeres erősségű édesítő, és 2 teáskanál fahéj. A szirupphoz körülbelül fél liter víz, 40 g négyszeres erősségű édesítő, 1 citrom, fel fogjuk szeletelni, és 6 evőkanál agave-szirupot tettem bele még, de méz is tökéletesen megfelel, sőt még talán jobb is. Egy 27 cm-es átmérőjű tálat használtam, de ha nektek van a réteslap méretének megfelelő tepsitek, akkor csináljátok nyugodtan abba, nem kell itt küzdeni a behajtogatással, maximum a szélénél egy picit, hogyha nem pont ugyanakkora. Először is készítsük el a szirupot. Karikázzuk fel a citromot, természetesen biocitromot használjunk. Tegyük fel a vizet forni, a citromkarikákkal és az édesítőkkel. Hogyha mézet használtok, az annyiból jobb, hogy egy picit sűrűbb lesz tőle maga a szirup, tehát hasonló lesz az eredetihez, a cukroshoz, vagy még esetleg annyit tudtok a sűrítés érdekében tenni, hogy egy nagyon pici keményítőt tesztek bele. Mindenképpen kóstoljátok meg, hogy elég édese, mert nyilván másképp édesítenek a különböző édesítők, vagy a méz és az agave szirup sem ugyanolyan édesre édesít, az a lényeg, hogy jó édes legyen. Miután jó sokszor sikerült az édes szót használnom, ezután főzzétek egy 5-8 percen keresztül, aztán hagyjátok kihűlni. Egy késes aprítóban daráljátok le a töltelékhez a magokat, de ne nagyon apróra, hanem egy picit darabos maradjon. Ezután keverjétek hozzá a fahéjat és az édesítőt. Alapesetben a normál baklavánál általában nem szoktak édesítőt tenni a magokhoz, de mivel ez nem azzal a gej cukorszirupppal készül, ezért kell édesíteni a tölteléket is. A réteslapokat egy deszkára vagy egy tálcára fektessük, és egy nedves törölközővel takarjuk le, hogy addig, amíg a tepsibe vagy a tálba igazgatjuk és töltögetjük a réteslapokat, addig a többi, amit éppen nem használunk, az ne száradjon ki. Legelőször is a tálunkat vagy tepsit vajazzuk ki. Először 6 réteslapot fogunk egymásra fektetni, úgy, hogy közben mindig vajazzuk a tetejét, tehát minden réteslap közé jön egy kis vajcsurgatás. Itt még magokat nem teszünk közzé. A magokat körülbelül 5 felé kell elosztani, ez olyan 80 g-ra jön ki egyébként rétegenként, mert 5 helyre fogjuk őket szórni. Tehát először 6 lap, közötte vaj. Van, amikor behajtogatom, van, amikor levágom a felesleget, de azt a felesleget utána vissza fogom a közepére tenni, hogy egyforma vastagok legyenek a rétegek. Tehát réteslap, vaj, amíg 6 lapunk el nem fogy. Hogyha szögletes tepsiben csináljátok, nyilván ezeket a kis lelógó részeket nem kell visszapótolni.
hatodik lapra nem kell vajat, csak a magokat. Rászorunk egy olyan 80 g-nyi, én ki is mértem egyébként, 80 g-nyi magot, és erre csurgatjuk rá a vajat. Ezután három lap következik, közötte csak vaj. De a leírásban majd megpróbálom ezt ugyanígy leírni, ahogy elmondtam, hogy érthető legyen. Ha leraktuk a három lapot közötte a vajjal, akkor ismét megszórjuk maggal. Aztán megint három lap következik, közötte csak vaj. Tehát ez a három lap közötte csak vaj, és ezután mag, ezt négyszer fogjuk ismételni. A végén pedig hat lapot fogunk a tetejére tenni úgy, hogy közötte csak vaj van, és nem lesz közte mag. Na most ezt nem kell szentírásnak venni, mert nem biztos, hogy mindenki ugyanennyi darabszámú rétes lapot kap. Tehát ezt el kell úgy osztani, hogy alulra, meg felülre egy 5-6 lap rétes legyen, úgy, hogy közötte csak vaj van. Közé pedig a kevesebb lapokat, ami közé tesszük a magokat. De minden lap közé vajat kell kenni. Hát nem tudom, mennyire érthető ez így, majd le fogom írni, és ti is majd a leírásban látottak alapján el tudjátok osztani. Tehát ha nem három lap van, hanem 4, vagy csak 2, vagy 4 és kevesebb réteg, magot szórtok, úgyis tökéletes. A legfontosabb az, hogy a lapok között mindig legyen vaj, azért kell ilyen sok vaj az egész tésztához, és alulra meg felülre mindig több lap kerüljön, mint közötte a rétegek között. Tehát a videóban teljes egészében láthatjátok az egész folyamatot, nem vágtunk ki belőle semmit, csak felgyorsítottuk. Azok a rétegek, amik pótlásból kerültek a tésztába, azokat én nem számítottam be, tehát hogyha nektek is a tészta mérete és a sütőedény mérete köz differencia van, akkor nyugodtan egy-egy réteg közé szórjátok be a levágott részt, de azt én nem számítottam be plusz rétegnek, tehát én erre ezzel a 24 darabbal fogom leírni, meg azzal is mondtam el, így osztottam el a tésztákat. A legfelső hat lap, ahol már nincs töltelék, csak vaj közötte, utolsó darabja, az egy egész legyen, tehát ne a maradékok, hanem egy egész lap. Erre már csak vaj kerül. Hogy milyen mintát vágunk, vagy milyen darabokra vágjuk fel a süteményt, az tetszőleges. Az a lényeg, hogy teljesen az aljáig, szélétől a széléig vágjuk át az összes réteget. Én egy ilyen hagyományos módszert választottam, de természetesen mindenki olyanra vágja, amilyenre szeretné. Lehetnek ezek háromszögek, lehetnek ezek téglalapok, rombuszok, a bevállalósabbak megpróbálhatják azt, ahogyan én vágtam. De fogok mutatni ennél egy könnyebb verziót is, egy A4-esre lerajzoltam nektek. Száz-75 fokon 40-45 percig süssük. Amikor kivesszük a sütőből, még forrón öntsük rá a szirupot, úgy, hogy mindenhol érje. Ezután hagyjuk, hogy megszívja magát vele, és egy óra másfél múlva már fogyaszthatjuk is. Díszítésként a felhasznált dióféléből szórhatunk a tetejére. Ha tetszett a recept, készítsétek el ti is, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek, még több videóért. Ne felejtsétek el, hogy az Instagramon és a Facebookon is követhetitek a hagymalekvárt. Sziasztok!